Egy 11-es góllal dőlt el a találkozó, és ennek okozója Devecseri volt, aki kézzel ütött a labdába, itt lehet látni egészen egyértelmű a nagyon szituáció. Nagyon buta dolog volt, tehát akár hányszor nézem meg, tehát nagyon buta dolog volt. Hát egyszerűen rendben van, hogy rosszul számította ki a labda ívét, de hát ott voltak ketten még, nem is kell beleütni. Marić ezt a büntetőt értékesíti, egy másikat később kihagyott, érdekes, hogy ugyanoda rúgta, és Rózsa Dániel is ugyanoda vetődött. Igen, ez általában... Egy jó sakjátszma lehetett kettejük között. Igen, ez... Ilyenkor mindig ez van. Itt van, láthatjuk is, itt a másik szituáció. Fehér szabálytalankodik a játékvezető megítélése szerint Marić ellen, Fehér másképp ítéli meg, ahogy azt látjuk, de a labdát kétségtelenül Marić érte el. És az ütközésből, bárha nem is egy klasszikus buktatás volt, de ebből is 11-es, végül Marić ezt kihagyja, illetve Rózsa védi, jobban mondva. Igen, hát itt inkább a kapus labut kell kiemelni, nagyon jól érezte, hogy... Kenesei Krisztián többször is próbálkozott szabadrugásokkal, kevés sikerrel ezúttal az 55. percben volt az legígéretesebb talán. Ez volt a legveszélyesebb, így ahogy mondod, ezen kívül többször kirúgta a stadionból a labdát. Ez nem sokkal megy el a kapu jobb oldala mellett, Szűcs rajta volt, ő itt volna. Kulcsár Kornél szöglete, egy veszélyes fejes Fehértől, nem sokkal fölé. A pontrugásokban volt némi potenciál, meg aztán volt egy hihetetlen szép akciója a haladásnak, de azon kívül nem volt az a nyomás, amit az ember úgy elvárt volna valóban. Igen, meg ami általában jellemzi a haladást a mérkőzéseken. És ez egy nagyon buta szabálytalanság Szekurtól. Radót nagyon-nagyon keményen faragták ezen a mérkőzésen a lombard játékosok. Szekur ennek lett, hát ugye lehet utána a szituáció után mondani, hogy áldozat, hát az inkább Radó az áldozat. A kiállítás után egész érdekesen alakult a játékképe, hiszen a lombard több veszélyes kontrát is vezetett, sőt, csatárposzton frissített, aztán végül Zsivócki, Pandel Gyula. Igen, hát ahogy várható volt, a haladás teljes mértékben föltolta a védelmét, a középpályásokat, mindenki ment föl, ezzel lehetőség nyílt arra, hogy kontákat vezessen a hazai csapat. Nagyon okos húzás volt a csatárnak a behozatala. Az előbb Arcic nagy helyzetét láthattuk, itt pedig Maróti lövését védi Rózsa, az első volt a nagyobb bravúr, itt pedig az, amiről beszéltünk, a 68. percben gyakorlatilag a haladás összes támadó játékosa részt vesz ebben a helyzetben, Andorka végén kicsit rosszul veszi át, és így ellép. Igen, röviden húzza maga elé, de hát a 90 perc alatt egyetlen egy alkalommal tudta ezt megcsinálni a haladást, de bocsánat, hogyha ezt tudják, akkor miért nem többször teszik meg? Tehát ehhez... Mindig a költői kérdése is. Ja, értem, jó, akkor visszavettem, nem szólok semmit. Nagyon-nagyon szép akció, de mellé, ez meg egy meg nem értés a kapus és a védő között. Némi kommunikációs zavar lehetett. Abból gondolom, ezt már Szűcs Lajos ilyenkor sokkal jobban leszokta ordítani a védő fejét, hogyha... Igen, ez igaz, tehát nézzük meg itt is.